Lezárult egy korszak a Falco Volvo Alpok autó Szombathely történetében. Gaspar Ocon 2018-ban nevezték ki a vasi sárga feketék élére vezető edzőnek. A szlovén trénerrel valósággal megtáltosodtak a szombathelyi kosarasok, hiszen a koronavírussal nehezített három esztendő alatt történelmi magaslatokba emelkedett a klub. 2019-ben a vasi rivális Aegis Körmendet 3-0-ra győzte le a Falco a döntőben, ezzel magyar bajnokként indulási jogot szerzett a Bajnokok Ligájában, amit a Covid szakított félbe. A legutóbbi szezonban aztán Okonnal mindent besöpört a csapat, hiszen a Szolnok ellen megnyert bajnoki döntő mellett története során először a Magyar Kupa elsőségért járó serleget is felemelhették a Falco játékosai. Nemzetközi szintéren is kiválóan szerepeltek a szombathelyiek, akik a BL főtáblán bizonyíthattak. Nyáron átalakult a szakmai stáb, Gaspar Ocon bejelentette, hogy nem tudja vezetőedzői feladatait tovább vállalni, viszont maradt a csapat mellett szakmai tanácsadóként. Utódja Milos Konakov munkáját mindvégig magas színvonalon segítette, így a legutóbbi Körmend ellen megnyert vasi El Clásicón is a sárga-feketék kispadján ült. A szakembert a kétszeres Euroliga győztes és 19-szeres horvát bajnok Cibona Zágreb kereste meg edzői ajánlattal. Távozása elé a Falco vezetősége nem gördített akadályokat, a két fél közös megegyezéssel bontott szerződést. Gaspar Ocon a klub hivatalos oldalán köszönt el a szurkolóktól, és vasárnap már alá is írta a szezon végéig szóló megállapodását a horvát csapattal. A zágrábi együttes a bajnokság második helyén áll, továbbá érdekelt még az ABA ligában is, ahol 5 győzelemmel és 10 vereséggel jelenleg 9.